Jó estét kívánok! Köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Ebben köszöntöm mai beszélgetőtársamat, Németh Gáborné Anna Marit, védőnőt, aki nemrégiben június 30-án vehette át az elismerését az év védőnője 2023-24 kisváros kategóriában. Az elismeréshez szívből gratulálunk, na de hogyan is fogadta ezt az elismerést, magát a jelölést? Nagyon szépen köszönöm az elismerést, és köszöntöm a nézőket. Váratlanul ért részben, de részben meg nem, mert két kis gondozottam e-mail címet kért tőlem a jelölés határideje előtt, hogy ők szeretnének engem jelölni erre a díjra. Tehát azt tudtam, hogy jelölnek. Az viszont teljesen váratlanul ért, hogy megkapom a díjat. Ráadásul az e-mail, amiben értesítettek, eléggé félreérthető volt, úgyhogy napokon keresztül dilemmáztam rajta, hogy vajon azért kell felmennem, mert a sok jelölt közül vagyok majd egy, és akkor ott derül ki, hogy én kapom-e a díjat, vagy tényleg én kapom-e a díjat, úgyhogy ez kész talány volt számomra, de nagyon örültem. Azért azt gondolom, hogy ez a díj valahol egy elismerés és egy visszacsatolás, hogy valaki a munkáját, a tevékenységét szívvel, lélekkel, illetve jól végzi. Így van, mert hogy ez nem a szakmának az elismerése, hanem a gondozottaink részéről jövő elismerés. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy a közösségi oldalon közzéteszem-e a díjat, mert Ági, aki jelölt, ő, amikor megtudta, hogy megkaptam a díjat, egyből azt mondta, hogy osszam meg, mert hogy neki az volt a célja, hogy országvilág megtudja, hogy mennyire szeret, meg hogy nekik mennyire fontos vagyok. Aztán szerintem biztos eltelt vagy két hét, hogy úgy döntöttem, hogy mégis megosztom az elismerést, és az a számtalan hozzászólás, az igen könnybe lábasztotta a szememet, és rájöttem, hogy nem csak ő, hanem mások is elfogadtak, és szeretnek itt a városban. Na de hogyan is indult az ön pályája, hiszen azt gondolom, hogy egy nagyon szép út vezetett odáig, hogy védőnő, illetve védőnői elismerésben részesüljön. Hát maga a pályakezdés az nem igazán volt olyan örömmel teli, ugyanis én nem védőnő szerettem volna lenni az elején, hanem az Orvos Egyetemre készültem. És sajnos az érettségi idején vesztettük el édesapámat, és nem is igazán tudtam úgy készülni magára a felvételire sem, úgyhogy nem sikerült a felvételi. Nem is jelöltem meg második, harmadik helyet, viszont muszáj voltam szeptembertől tovább tanulni. És kellett keresnünk egy olyan iskolát, ahol a fizika, a biológia felvételi az megfelelő. És ez az egészségügyi főiskola volt. Miskolcon akkoriban indult a képzés, és akkor így jött az ötlet anyukám részéről, hogy hú, hát ez biztos, hogy jó lehet, mert gyerekekkel foglalkoznak, nézd meg Papné Ázsike nénit, aki már nem él köztünk sajnos, hogy ő is milyen jól boldogul, meg szeretik, hogy akkor próbáljuk meg ezt. És tulajdonképpen így írtunk egy levelet a Miskolci főiskolára, hogy vegyenek már fel, mert a ponthatárom megvolt, tehát így kezdődött el a tanulmányom tulajdonképpen. Utána pedig úgy eszembe sem jutott, hogy mi megpróbálom újra az egyetemet, valahogy itt ragadtam, amit nem is bánok egyébként, tehát 92-ben végeztem, és azóta Böszörményben dolgozom, igaz, hogy két körzetben, mert volt egy körzetváltás talán 2000-ben, de a várost látom el, a várost gondozom. Védőnői feladatok és tevékenységek. Én azért azt gondolom, hogy egy védőnőnek nagyon fontos feladata van, főleg egy édesanya, egy jelentő édesanya számára. Így van, de azért ettől szerintem sokkal bonyolultabb, meg sokkal szerteágazóbb a feladatunk. Tehát azt leszámítva, hogy azért egy egészségvédelmet is csinálunk, azért az egészségmegőrzésben, az egészségnevelésben is aktívan részt veszünk, és nem csak a kisgyerekes anyukákat, hanem már a fogantatás pillanatától gondozzuk az anyukákat egészen az iskoláskor elkezdéséig. Tehát gyakorlatilag ez egy
optimálisan egy 8 éves periódust vesz ki a családok életéből. Ha meg esetleg jön a második, harmadik gyerek, akkor van olyan család, ahol még hosszabb a közös utunk, úgyhogy egy kicsikét nem is barátként, de úgy részese vagyunk a családoknak az életében. Igen, ahogy itt fogalmazott, azért én is azt gondolom, hogy egy család életében, főleg egy édesanyja életében azért fontos, hogy egy bizalom is kialakuljon, hiszen egy édesanyja kell, hogy bízzon, azt gondolom, egy védőnőben, amikor megszületik egy kisbaba a családban, illetve kell tudni a segítséget kérni, hogy éppenséggel elakadna. Jól érzed, én is így próbálok dolgozni egyébként, már most 31 éve, hogy a bizalmat próbálom meg kiépíteni. És én az elvem az, hogy a bizalmat a várandós gondozás kapcsán tudom megszerezni. Tehát, hogyha a babavárás folyamata során látja az anyuka, hogy számíthat rám, én is ugyanúgy aggódok vele, mint ahogy a nő meg az ő családja, akkor úgy érzem és azt tapasztalom, hogy nyitott lesz arra, hogy a baba megszületésekor is úgy forduljon hozzám, hogy bizalommal, mert ez egyébként másképpen nem működik. Amúgy nagyon sokat változott a szakmánknak a jellege, mert a közösségi média, akár az internet, az információ áradatokat rázódítja az anyukákra. Tehát az, hogy most egy személyes kapcsolat megmaradjon, ahhoz tényleg kell a bizalom, mert elég rendesen ki tud bennünket golyózni az internet. Azért én azt gondolom, hogy ha valaki egy védőnőtől segítséget kér, illetve kell is, hogy segítséget kérjen, nagyon sok kérdés merül fel benne, de az elején azt gondolom, hogy bizalmatlan, és valahol egy kicsit segíteni kell, és az ő tevékenységét, tehát a feladatát. Mindenki úgy indul egy ilyen helyzetre, egy ilyen gondozásra, hogy gyomorgörcsel mész, mert nem tudod, hogy mi vár rád. Tehát a védőnői gondozás az úgymond egy kötelező dolog, tehát nem választható, az ember megkapja a védőnőt, aki a lakcíme, illetve a tartózkodási helye szerinti ellátást végzi, és azért ez valamilyen szinten tényleg zsákba macska, hogy meg lesz-e a bizalom, hogy szimpatikus lesz-e az a kolléganő, és ki kell építeni, igazad van, a bizalmat, az, hogy mer kérdezni, hogy tudod, hogy egy ismeretlen terepre indulsz, vagy egy ismeretlen terepen indulsz el, mert maga a várandóság, főleg, hogyha egy első babavárást nézed, akkor az egy teljesen bizonytalan terep, és merni kell kérdezni, tehát merni kell segítséget kérni, úgyhogy igen, ezt kell valahogy, ezt a feszültséget kell az elején oldani, ahhoz, hogy jól tudjunk együtt dolgozni a hátralévő években. Na de ugye beszéltünk, hogy egy védőnőnek nem csak annyi feladata van, hogy egy kismamának fogja a kezét és segítse, hanem rengeteg más területen is hely kell állni, illetve most július 1-től egy fontos változás is lépett a védőnők életébe, munkájába. Tényleg nem csak abból áll a munkánk, hogy most járunk a családokhoz. Tehát, hogyha most el akarnám neked ezt mondani, ez nagyon-nagyon hosszadalmas lenne, mert említettük a várandós gondozást, ami abból áll, hogy tanácsadásokra jár a kismama, én a családlátogatások alkalmával otthon is beszélgetek vele, felkészítem a babavárásra, akár a babakelendjére, felkészítem a szülésre, tehát ez egy része. Amikor megszületik a kicsi, akkor jön a csecsemő gondozás, jön az, hogy hogyan kell ellátni a babát, hogy nyomon követjük az értelmi, érzelmi mozgás fejlődését a gyereknek. Hogyha valami eltérést látok, akkor természetesen szólok. Jönnek a kötelező védőoltások, aminek a szervezését tényleg mi csináljuk, illetve felkészítjük az anyukát arra, hogy milyen oltások lesznek majd, milyen oltásokat választhat majd. Az évenkénti kötelező szűrések is megjelentek már azért jó pár éve, és bővítették a palettát. Tehát ha belegondolok abba, hogy 30 évvel ezelőtt milyen vizsgálatokat csináltunk, és milyen gyakorisággal kellett jönni az anyukáknak, ez most sokkal tágabb, sokkal több ez a jellegű feladat. Ha valamit kiszűrünk, akkor jeleznünk kell a gyermekorvos felé, hiszen a kapcsolattartás a gyermekorvosokkal az szorosnak kell, hogy legyen. És ezzel még csak ezt a részét említettem.
kapcsolatot kell tartanunk a gyermekjóléti szolgálattal, a családvédelmi szolgálattal, tehát gyakorlatilag, ha valami eltérést látok, akkor a jelzőrendszernek mi vagyunk az első tagja, hogy tudjuk, hogy az a baba, gyerek, az esetleg nincs a veszélynek kitéve. Tehát, hogy mondom, nagyon nehéz a területi védőnői munkáról úgy beszélni itt pár percben, hogy lássátok azt, hogy meglássák a nézők, hogy azért nagyon-nagyon szerte ágazó a feladatunk. És akkor nem beszéltem még a családlátogatásokról is, hiszen nem csak a várandósokat látogatjuk, hanem a csecsemőket, a kisgyerekeseket is látogatjuk otthon, hiszen az otthoni környezetnek az ismerete egyrészt azért fontos, hogy lássam azt, hogy a gyereknek milyen a környezete, illetve nagyon sok esetben ott látom a mozgásfejlődését, nem pedig az aktuális tanácsadóban megtörtént vizsgálatoknál, ami egy kiszakított, pár perces megjelenést jelent. Úgyhogy a munkánkról így összefoglalóan nem tudom, hogy mennyire volt teljes, de így nagyjából így tudom ezt elmondani, és azt még nem is említettem, hogy nagyon sok közösségi munkába be vagyunk vonva. Tehát, hogyha itt visszagondolunk az elmúlt időszakra, akkor akár a COVID-oltásokba, akár felvilágosító előadásokba, és még mindig csak a körzeti védőnő munkáról beszéltem. Nem beszéltem arról, hogy vannak iskolavédőnők, és vannak intézeti védőnők, tehát azért lehetne még ezt fokozni. Az átalakulásról kapcsolatban meg csak annyi egyébként, hogy a feladatunk, a munkavégzésünk, a munkánk az ugyanaz maradt. Tehát csupán csak annyi történt, hogy egy munkáltató váltás történt, tehát most már a Debreceni Egyetem alapellátási és egészségfejlesztési intézetéhez tartozunk. Ott is a Vármegyei Védőnői Szolgálat a pontos megnevezés, de gyakorlatilag semmi más változást én azt gondolom, hogy nem történt a munkánk során. Ahogy ugye már a beszélgetésben elhangzott, illetve bennem az fogalmazódott meg, hogy összetett a ti feladatotok, hiszen egészen pici korától, iskolás koráig kíséritek egy gyermeknek az életét. Így van. Tehát ez jól leszűrte. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ha szerencsés az a család, illetve az a védőnő kollega nő, hogy nincs költözés, vagy nincs tényleg egy védőnőváltás, ez mondjuk csak költözésben adódhat, akkor tényleg nagyon szépen nyomon tudjuk követni a családoknak a fejlődését, akár a családban történő változásokat is. És ugye már említettük, hogy nagyon sokrétű, nagyon sok feladatot láttok el. Na de azért, ugyebár neked is családod van, magánéleted, ennyi feladat és teendő mellett azért hogy jut idő a te családodra, a te szabadidődre, feltöltődésedre? Hát ennek most az a legjobb módja tulajdonképpen, hogy felnőttek a gyerekeim. Tehát három gyerkőcöm van, és elmondhatom már, hogy mind a hárman felnőttek. Igaz, hogy Zsófik lányom, kislányom még egyetemista, tehát ő azért még nem repült ki, illetve a többiek is úgy értve kirepülőben vannak, hogy önálló életet még nem kezdtek el, de mégis felnőttként vannak már a családunk életében jelen, tehát ez nagyban megkönnyíti azt, hogy egy picikét tudok önmagamra is figyelni. Egyébként régebben visszagondolva, még kisebbek voltak, nem volt egy egyszerű dolog, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy a családom és köztem nem voltak konfliktusok a munkám, hivatásom és a családi feladatok munkavégzéssel kapcsolatban, úgyhogy nem volt egy egyszerű dolog. Én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép pálya, és azt kívánom, hogy még nagyon sokáig tudjál segíteni itt a hajdúböszörményi édesanyáknak, a kisbabájuk, illetve a kisgyereküknek a gondozásában. Önöket, kedves nézőket, pedig arra kérem, maradjon továbbra is itt a Városi Televízió műsoránál.